2020 elején a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház bemutatta Madách Imre az Ember tragédiája című színdarabját, rendezője Silvio Purkarete, dramaturgia Viski András. A próba folyamat megihletett néhány művészt, a koronavírus miatti lezárások pedig lehetőséget adtak arra, hogy a gondolat formát öntsön. A kolozsvári Koinónia kiadó gondozásában, Viski András szerkesztésében megjelent az előadás létrejöttének igen gazdag dokumentációja, többek között a dramaturg naplójával és a rendező rajzaival. Ki vagy te? Mátyás Zsolt Imre színművész, az előadás szereplője, grafikáin keresztül mutatta be, hogy milyen hatással volt rá az előadás. Érdekessége, hogy a hordozó, az idézőjeles vászon, a szövegkönyv maga, színházi nyelven a példány. Az előadás vagy a próba folyamat inspirált inkább? Hát határozottan a próba folyamat, mert a grafikáknak nagy része, mármint a vázlatoknak nagy része az a próba folyamat alatt készült. Hát talán olyan 60-40%-ban, mert ugye amikor jött a karantén és lezárták a színházat és mindenfélét lezártak, és játszani már nem lehetett, viszont már volt 2 darab előadás a tapasztalattal is nyámban, úgyhogy hogy továbbra, tehát vegyesen a próba folyamat és az előadások is. Ezt elmondtam az imént is, ezeket nem illusztrálni akartam, egyszerűen csak teret adtam annak az energiának, amit a próba folyamat hozott ki, vagy budjantott elő. Maga a munkamódszer az volt, ami inspirált nagyon ebben az egészben, és az, hogy érdekelt az, amit csinálunk, nagyon érdekelt és nagyon motivált. És azt vettem észre, hogy nem igazán szerettem kimenni én próba közben, amikor nem én voltam színpadon, hanem bent maradtam a nézőtéren, és firkálgattam automatikusan az egyik pillanatban, a másik pillanatban már tudatosan kezdtem, mert kezdtem élvezni, és ezáltal két síkon történt az előadás elkészülte bennem. Egy része a színpadon készült, és egy része a rajzokon keresztül, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. Határozottan ez volt az első olyan példány, amit ennyire összefirkáltam. Az, hogy 2-3 krikszkraksz van itt-ott, az egy dolog. De ez az első olyan példány, ami az első olyan munka, ami belőlem ezt hozta ki. Én nem mélyebben nem foglalkoztam képzőművészettel több mint 30 éve. Tehát az valahol bennem eltemetődött. A színház az egy nagy temető is tud lenni időnként, eltemet más dolgokat az emberben. És akkor itt ezt furcsán tapasztaltam saját magamon, hogy honnan bukkan elő. Hát úgy látszik, hogy nem volt túl mélyre eltemetve. Felszakadt és jött. Tehát a példány ez egy számomra is egy teljes nagy meglepetés volt. Azóta még firkáltam össze példányt, nem is egyet, de nem ennyire, mint ezt. A kiállítást szeretnék minél több helyszínre bemutatni, és tervben van az is, hogy a Madách művet kiadják Mátyás Zsolt Imre grafikáival. Kiállítást Emilián Papíros Kuleszko képzőművész és Simon Judit újságíró méltatták.